Itt vagyunk jobbikos frakciótársaimmal és más ellenzéki országgyűlési képviselőkkel annak érdekében, hogy beolvastassuk a tüntetők jogos követeléseit a magyar demokrácia helyreállítása érdekében és a sajtószabadság megteremtése érdekében. Az NTV a hazugsággyárában. Most azt jelzik itt számunkra, hogy ezzel ne próbálkozzunk, mert hogyha ezt megtesszük, akkor adott esetben akár börtön is várhatnánk. Itt Magyarországon 2018 végén. Orbán Viktor arról beszélt 2006-ban, és ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a népnek joga van elkergetni a kormány. Bizony, ezzel egyetértünk, azok a tömegek, azok a tízezerek, akik idejöttek az MTV székházhoz, az MTV a székházhoz, azért jöttek ide, hogy határozottan kifejezzék a véleményeket. Nem fogunk hátrálni, nem vagyunk hajlandóak megalkudni. Itt leszünk és kiállunk azokért a tisztességes demokratákért, nem csak a jobbikosokért, hanem minden honfitársunkért, akik azt szeretnék, hogy végre helyreálljon a demokrácia Magyarországon, és egy normális működés történik. Közben mutatom majd Stummer János frakciótársamat. Megfordítva a telefonomon, és éppen Stummer János képviselőtársam, ami több ellenzéki képviselőtársam, fejlesíti azt a véleményt, hogy mi a helyzet. Nem akarunk semmilyen műsort megzavarni. Ne izguljon, nem, mi műsort nem zavarunk. Ja, természetesen nem szeretnénk műsort megzavarni, csak azt szeretnénk, hogyha végre, az elmúlt 3-4 évben egy másodpercig sem hallatszott az igazság itt az MTV abban. És azt szeretnénk, hogy végre legalább néhány perc erejéig az igazságot hallhassák a magyarok. Ezt megérdemlik, hogy mindenki tisztességes honfitársa. Orbán Viktor biztosan bemehetne ide. Korrupt diktátor, úgy látom, hogy a biztonsági szolgálatvezetője kiemelten védi a korrupt diktátort, a magyar diktatúra vezetőjét, az elmebeteg Orbán Viktort. És itt van Stummer János. Megyünk tovább. Úgy döntöttünk. Okay, ezen a történelmi napon, amikor... Én azt gondolom, hogy minden esetleges világnézetbeli különbséget félre kell tudni tenni, mert itt most a magyar demokráciáról van szó. Arra kérem közben itt Pintér Tamást és Kepli Lajost, frakciótársaimat, hogy ők is mondjanak néhány szót a Jobbikot, Jobbik csatornát élőben követők. Tamás, először akkor pár mondatot. Még a legsötétebb diktatúrákban sem volt egyébként olyan helyzet, amikor nem engedték oda azokat az embereket, akik a népet képviselik, nem engedték oda azokat az embereket, akiket képviselőként megválasztottak azokhoz az emberekhez, akiknek elvileg közszolgálatból az lett volna a dolguk, hogy felolvassák a népnek a követeléseit. A legsötétebb diktatúrákat idézi vissza ez a helyzet, amikor odaállnak elénk, ahol abba a helység, azt a helységet védik egyébként, amit nekünk jogunk lenne, ahova nekünk jogunk lenne bemenni, oda nem mehetünk be. Tehát egészen döbbenetes szituációba kerültünk most, amikor odaállnak elénk a tisztességesnek látszó biztonsági őrök, és állják az utunkat, és egyébként megcsorbítják a jogainkat. Döbbenet, hogy nem tudom, hogy milyen világban élünk. Tehát azt a bolsevik diktatúrát kell nekik is szolgálniuk, és a saját kis pénzüket túlórában egyébként, most nem tudom, hogy hányadik túlórájukat teljesítik az urak most már, és ami ellen tüntetünk egyébként, ami ellen tiltakozzunk, hogy a túlórákat, a diktatórikus módon elrendelt túlórákat töröljék el, és azt őnekik kell védeni, és tudják azért, mert egyszerűen azért, mert ők féltik az állásukat. Azért, mert ők nekik nincsen más lehetőségük, csak megvédeni ezt az aljas kommunista rendszert. És most már én azt gondolom, hogy eljutottunk arra a szintre, amikor itt vagyunk országgyűlési képviselők, szinte minden pártból a Fideszen kívül. Itt vagyunk, és követeljük azt, hogy hadd menjünk be, hadd adjuk át
azokat a követeléseket, amit a nép megfogalmazott. Nem mi képviselők fogalmaztuk meg ezeket a követeléseket, hanem a nép. És ezeket szeretnénk átadni, és most ők azzal indokolják, hogy nem mehetünk be, egyébként, hogy megzavarnánk a közüzemet. De erről szó sincsen. Mi a főszerkesztőt kérdezünk. Közben Tamás, nyugodtan mond, csak szeretném mutatni azt is, hogy pontosan mi történik itt az MTV a székházban, és azzal mindenképpen ki szeretném egészíteni egy másodperce, és aztán vissza is kapcsolok, hogy már 3,5 ezeren követik a Jobbik oldalán. Én azt kérem mindenkitől, hogy minél többeket biztassanak arra, hogy nézzék élőben az eseményeket, nézzék azt, hogy Orbán Viktor korrupt diktatúrája hogyan próbálja megtartani a hatalmát. Közben ellenzéki képviselőtársaim határozottan tiltakoznak az ellen, ami így van, hogy Kepri Lajos is meg... Hozzá is közben mindjárt Lajosra fókuszálok. Igen, tehát állítólag a rendeltetésszerű működés az, hogy 0-24-ben hazugsággyár működik. Fake newsokat mi is ki tudunk találni, és akkor igen. A rendeltetésszerű működést nem szegjük meg, akkor valószínűleg be fogunk tudni menni mi is ebbe az intézménybe, mert úgy tűnik, hogy azért nem mehetünk be, mert az, hogy mi a ellenzéki szavazókat képviseljük, az nem tartozik a televízió rendeltetésszerű működésébe. Mondjuk ezt megértem, mert ellenzéki képviselő évek óta nem járt ebben az épületben. Egyébként köszönjük szépen, hogy közben az MTV a munkatársai is rögzítik azt, hogy mi történik. Reméljük, hogy mondjuk néhány pillanatot, legalább 5 másodperc igazságot is leadnak majd a tévében. Ez sajnos az elmúlt évek során egy alkalommal sem történt meg. Igen, hogyne. Itt van mellettem Bősz Anett képviselőtársam. Néhány gondolat erejéig. Nekem az a gondolatom erről a kameráról, ami itt követ bennünket egy olyan negyed órája körülbelül, hogy feltétlenül valami olyasmi lesz a holnapi csík szöveg már a híradókban, hogy terroristák módjára próbáltuk meg megtámadni a köztévé épületét, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várom már a késő esti híradót is, amiben terroristáknak vagyunk bélyegezve. Nem tudom, hogy mondtad-e már az élőben, hogy itt több éves szabadságvesztéssel fenyegettek meg ezt minket már jeleztem az azoknak, akik időszakban, élőben úgyhogy követik mindenkinek az adást. Gratulálunk, aki ebben részt tud venni egy ilyen Magyarország ellen, és ennek a Magyarországnak a leváltásáért küzdünk. Köszönöm szépen, Anett, ezeket a fontos gondolatokat. Igen, nem árt többször újra mondani, hogy a közérdekű üzem működésének megzavarása nevű súlyos BTK-s bűncselekménnyel fenyegettek meg itt minket az imént, illetve azzal, hogy ezt fogjuk megvalósítani, amennyiben mi saját fejünk után, mivel nem teljesítették a kérésünket, hogy legalább egy hír szerkesztővel tudjunk beszélni, ezt nem teljesítették, ezért ezzel a BTK-s bűncselekménnyel fenyegettek meg minket. Gyakorlatilag most is minden lépésünket követik, és kamerázzák, nyilvánvalóan majd jól kiforgatva ezek a képek meg is jelennek a holnapi híradóban, de hát természetesen nem fogjuk annyiban hagyni, hiszen a képviselői mandátumunknak nem tennénk eleget, hogyha ezt most vercserekként eltávoznánk anélkül a feladatunkat, amivel az magyar emberek megbíztak bennünket, végrehajtanánk. Köszönöm szépen Kepri Lajos frakciótársamnak, hogy összefoglalta gondolatait ezen a történelmi napon. Én pedig szeretném megköszönni mindenkinek, aki biztat minket. Örülök annak, hogy egyre többen követik élőben az adást. Azt kérem, hogy minél többen osszák meg ezt a videót, hogy láthassák azt Magyarországon, és akár más államokban, Nyugat-Európában is, hogy hogyan működik a magyar idézőjeles demokrácia. Orbán Viktor elmebeteg, korrupt diktátorként vezeti ezt az országot. Az MTV a 0-24-es hazugsággyárban. Igen, bocsánat, most közben kapunk egy tájékoztatást. Meg akkor a gyávák elbújtak elől. Illenék az a gyáva ember, aki elbújt a elől. Nem, az a gyáva ember alapvetően, aki behozta menöket. Nem, akiktől jött az. Illenék az a gyáva ember, aki állok szemben 8-10 képviselővel, hozzá is a képviselővel. Sajnos Orbán Viktor óráját szolgálják az MTV-t. Többször felhívtam a figyelmüket önöknek arra, hogy ne kamerázzanak. Ennek egyéb következménye is lehetnek az én részemről alapvetően. Nem vagyok közszereplő, nem vagyok köteles fájlász, hogy fölvegyenek állapotlan online élőben. De hogy nem, ön elvállalta azt, hogy mások helyett azoknak ide kellene állni, ön ide jött. Ha hozza ide őket is, akkor majd beszéljük. Jó, a következő tájékoztatást kaptam, futottam nem egy kört, 5-öt, 10-et, 8-at. Nem áll módon önöknek abban segíteni,
szerkesztővel egyeztessenek, és ezt a petíciót beolvassák. Fogalmazom úgy, hogy ők nem akarnak velünk országgyűlési képviselőkkel szóbálni, magát utárnak ide küldték, hogy ezt elmondja nekünk, csak mi ezt nem fogadjuk el. Nem lep meg minket, hogy ez a válasz, hiszen egy hazugsággyárként működik az MTVA. Itt csak és kizárólag az jelenhet meg, ami kormánypropaganda célokat szolgál, vagy éppen elsősorban a Jobbikot, mint legerősebb demokratikus pártot, vagy más ellenzéki pártokat támad. Így aztán egyáltalán nem meglepő az, hogy az igazságot nem engedik beolvastatni. Közben azért mutatom, hogy mik a pontos események. De kérdezem. Stumer János, frakciótársam, egy mondattal kérem, hogy reagálja arra, hogy mit látunk most, mire szembesülünk. Már nehéz még mondani ilyenkor. Sok a helyzet. Egy kisembert utasítottak Orbánék arra, hogy 10 ember, 10 országgyűlési képviselő. Országgyűlési képviselőt megakadályozzon abban, hogy egy közpénzből fenntartott épületben bejusson oda, ahova akar. Mindennek próbálunk, de lehet, hogy meg kell kérni kint az embereket arra, hogy ne 10-en jöjjünk be, hanem ennél sokkal többen. Köszönöm kedves szépen. Teljes mértékben egyetértek az általánosban. És hadd mutassam, hogy most éppen mi történik. 2006-ban, annak egy szeptemberi napján, én ott voltam egy másik televíziós székházában. Megkérem, hogy kapcsolja ki a kamerát, legyen olyan kedves lehet. Ott voltam egy másik televíziós székházában. Képviselőket is felhívnám, hogy kapcsolja ki a kamerát. Magához beszél. Értem, hallgatom. Akkor az akkori kormány, akkori televíziója nem olvasta be a tüntető követeléseit. Tudja, mi lett annak a következménye? Tudja, mi lett a következménye? Nyilván tudja, ugye? Most ott, kint több ezer dühös ember van. Ön vállalja azért a felelősséget, hogyha ez a 10 országgyűlési képviselő innen kimegy. Képviselő, nem én döntöttem. Akkor ki döntött? Ki megy ez a 10 országgyűlési képviselő innen, uram, uram, több ezer ember fog bejönni. Képviselő uram, és ehhez a levélhez csatolhatnánk egy hangfelvételt azzal a kérvénnyel, hogy a holnap reggeli adás. Én képviselő urat, visszamehetünk, még egyszer mondom, hogy ezeket kell mondani. Igen, meghallgatjuk, hogy itt hol vagyok, tehát. Mondja, hogy mit kellett mondani. Képviselő asszony, azt szeretném önnek mondani, hogy ezt mindenkinek, hogy ne kamerázzanak, ne vegyék fel, többször felhívtam a figyelmét, megszértik a belső szabályzókat. Igen, azt szeretném kérni, hogy hagyják el az intézményt. Mert megsértették a belső szabályzóinkat, be akartak menni olyan helyzetbe, ahol nem állunk. De mindenhova van módunk tehát. Akkor mi lemegyünk, visszavonunk egy kicsit tanácskodni, azért viszont legyen szíves, hozza be a belső szabályzatukat, amit egyébként az országgyűlésről szóló törvényt nem írja fel újra, de szívesen megnézzük. Akkor oda menjünk vissza, hogy azt mondjuk, hogy a olvasunk, az teljesen rendeltetésszerű lesz. Az Schengedi nem? A gyalázkodás is annak? Lemegyünk és átbeszéljük a kialakult helyzetet. Elképesztőnek tartom, amit tapasztalható. Tamás, hogy értékeled az előbb hallottakat? Döbbenetes egyébként, hogy valakinek az utasításra, és nem tudjuk, hogy kinek egyébként, mert ide nem lehet, hogy a felcsúti diktátor utasítása volt közvetlenül? Szerencsétlen biztonsági szolgálatnak a vezetőjét ide küldték hozzánk, és egészen döbbenetes módon ő neki azt kellett mondania, hogy mi megsértettük a belső szabályzatukat. Tehát, hogy az a döbbenet, amikor ide jön
elénk egy ilyen biztonsági főnök, és azt mondja, hogy megsértük a belső szabályzatot, amikor közben a magyar népet sértegetik, és a magyar népet gyalázzák itt ebben az épületben, akkor mi megsértettük ennek a belső épület a szabályzatát. Tehát döbbenet, hogy ilyen hazugságokra rákényszerítik ezeket az embereket, akik egyébként ugyanúgy a kis fizetésüket féltik. Döbbenet. Köszönöm szépen Pintér Tamásnak. Elképesztő, amit tapasztaltunk. Visszatértünk abba a terembe, ahol korábban ültünk, és most megpróbáljuk átbeszélni azt, hogy pontosan mi lenne a legjobb döntés itt a kialakult helyzettel összefüggésben. Én most már 43 ember nézi ezt az adást, és még számos portán átvettem. Úgy hallom, bár fogalmam sincs, hogy mi történik kint a világban igazából. Én azt javaslom, hogy röviden beszéljük meg, ez egy egészen elképesztő dolog, amit megenged magának. Ez az évente 100 milliárd forintból fenntartott, nem is tudom, hogy médiának nevezhető a dolog. Ez gyakorlatilag a biztonsági főnök, akivel eddig beszélhettünk. Nagyon gyors döntést kell hoznunk. Én azt javaslom, hogy kapcsolódjunk ki, és aztán hozunk egy döntést, és akkor meglátjuk, hogy hogyan menjünk tovább. Az, ami itt megy, ez én azt hiszem, hogy szavakkal leírhatatlan. Jó, úgyhogy én azt mondom, hogy kapcsoljuk ki az élőket, és aztán egyetértünk. Hadházi Ákos javaslatával. Egy ideig felfüggesztjük az élő közvetítést, ez zárt megbeszélés fogunk most majd folytatni azzal kapcsolatban, hogy milyen döntést hozunk a továbbiakkal kapcsolatban, de egyről biztosíthatunk mindenkit, kiállunk a demokráciáért, kiállunk a sajtószabadságért, ahogy megígértük, nem hátrálunk sem kint az utcán, sem itt bent az MTV a székházban, számíthatnak mindannyiunkra.